Háló, sziasztok! Megmutatom, mi az az 5D fólia. Hogy mitől 5D, azt nehéz megfejteni. Mert ugye kerettől keretig az megvan. A 9H full izé glue glass, szóval hogy teljesen ragasztós az egész üveg, és ott mutatja, hogy mitől 5D, attól, hogy a sarka hajlik. Már hogy ott a sarka, az hajlik, de ez miért 5D? Érted, hogy a 3D az már ez, mert... Na mindegy is, mert ha 2D lenne, akkor lenne ugye egy sík, nemvel így hajlik, ezért 3. De mi lett a 4., 5. D-vel, azt nem egészen tudom. Nem is ez a lényeg. Szeded le, akkor finoman szed le, meg különben így összetöröd. Ne nyújj így bele. És itt meg akarok mutatni, azaz, hogyan van a felépítése. És azt nem tudom, hogy sikerül-e úgy fókuszálni, hogy én akarom. Ez itt kapott egy ütést, szóval megvédte a telefont, mert a kijelző nem tört el. Nagyon úgy nézett ki, mintha törés lenne, de nem. És akkor nézzük meg. Talán rá tudok fókuszálni, hogy tényleg ilyen-e, amilyet ígértek. Na, csak nem sikerül jó helyre fókuszálni a telefonnak, pedig próbálok. Na, látod? Ennyi az összhajlítás, amit annyira hosszra kell esni. De szerintem ez teljesen lényegtelen. Ami lényegesebb, hogy tényleg, ha megnézed, akkor egy vékony üveg, amin teljes, ugye most töröm félbe, bevonatott kép ez a ragasztó, ami ott van alul. Ami egy ilyen öngyógyító ragasztó, szóval feldobod, inkább önfelhelyező, vagy minek nevezem, na talán ott látszik a sarkán, nagyon vékony az üveg, és alatt egy ilyen vastagabb ragasztó réteg van. De azért így nem nagyon tüdöges, mert úgy elvágja a kezed, mint a szél, mert ez egy vékony edzett üveglap. Ami ugye nagyon könnyen törik, most nem tudom, látszik-e így. Hát, na, fényt ide. Föl kéne kapcsolni a vakut. Talán vaku. Vaku vagy nem vaku? Hát tudod? De azért volt benn tartás, amire sikerült így eltörnöm. Szóval azért kell hozzá erő. Hát óvatosan vele. De egyébként jó, mert tényleg megvédte a telefon, csak ennyit akartam megmutatni, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Mindenképp. Csumi!